a progresszív szurkolócsoport nevében üdvözöllek. Nyírbátorban az Albert kiállításon. Nagyon ritka vendég vagy. Meg szeretném kérdezni, mi van veled? Mit csinálsz? Mi történik most veled? Köszönöm szépen, jól vagyok, jól vagyunk családommal, feleségem és két kisfiammal éljük a napjainkat boldogan, és a foci világából teljesen a civil pályára terelődött az életem, úgyhogy mondhatni, hogy most a foci élvezeteket már csak így az öreg fiú meccsei keretein belül tudom kiélvezni. Semmilyen kapcsolatod nincs ezen kívül a Ferencvárossal, csak az öreg fiú? Hát kapcsolatom az nyilván megvan, tehát én azért, amikor csak tehetem, kimegyek az NB1-es mérkőzésekre szurkolóként, most már természetesen, tehát ez a kapcsolat, ez megvan vagy megmarad. A tradisták meg is kell, hogy maradjon, úgy érzem. Amúgy igen, focin belül vagy focibergeken belül most már csak az öreg fiú meccsek maradtak így. Nem fordult meg az a fejedben, hogy te is az utánpótlásban dolgoz, esetleg profi csapatnál edzős, hogy ez most nagy divat a Fradi legendák között? Őszinte leszek, már fiatalon eldöntöttem, tehát fiatalabb koromban, 20 évesen, hogy nem szeretném a foci pályafutásom után az edzői pályafutásra váltani, nem szeretnék. Az volt bennem, hogy egyszer családot alapítok, akkor szeretnék egy stabil családi hátteret kialakítani, egy megszokott nyugodt otthonnal, és ez ugye egy edzőpályafutás mellett nagyon nehezen elképzelhető, mert ma itt edzősködöm, holnap lehet 300 km-re odébb, vagy akár országokkal odébb. Nyilván ez az kell, hogy egy edző sikeres legyen, tehát ezt szerettem volna elkerülni, úgyhogy mindenképp a civil élet mellett fektettem le a kiboksomat. A gyermekeid sportolnak? Még picik, 3 éves és 1 évesek, Ádám és Ákos. Remélhetőleg fognak. Kérdezték már tőlem többen is, hogy remélik, hogy a Fradinál vagy a Fradiban, hát természetesen más klub nem jöhet szóba, úgyhogy mindenképp szeretném majd erőltetni, nem fogom. Tehát, ha látom, hogy szeretnék ezt csinálni, illetve akarják, mert én is úgy gondolom, hogy azért érhettem el oda, ahova elértem, hogy a Fradi felnőtt csapatába játszhattam, mert akartam és szerettem volna. Enélkül ez nem megy, tehát én azt mondom, hogy a sikernek a minimálisan 70%-a az akaratról szól. Hogyan értékeled a Ferencváros mostani csapatépítését, a külföldi mester érkezését? Tudnál erről nekünk mondani? Van esetleg véleményed, ami publikus lenne? Véleményem az van természetesen. Volt Kubató elnök úr, meghívott bennünket mindenkori Ferencváros bajnok csapatainak a tagjai múltkor egy beszélgetésre. Ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek véltem, és remélhetőleg lesz ennek folytatása is. Kikérte a mi véleményünket, és ő is elmondta a sajátját, illetve a csapat körüli dolgokat, hogyan épül fel most a Ferencváros, mire próbálnak hangsúlyt fektetni, stb. Szimpatikusnak látom abszolút. Gáborban én azt az elnököt látom, aki tényleg a Fradi szíve hajtja, és abszolút nem az anyagi vonzata miatt csinálja ezt az egészet. Ez én azt gondolom, hogy egy sikeres alapja egy sikeres folytatásnak, amikor valaki tényleg úgy tud egy munkát végezni, teljes szívből, akarattal, hogy nem csak az anyagiak motiválja. Én azt gondolom, és sok sikert is kívánok neki, illetve az egész stábjának, csapatának ehhez, hogy ez váljék is valóra. Nagyon szépen köszönöm, Igor, hogy egy pár szót váltottál velünk, és a civil életet sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm én is. Csak a zöld, nem a fehér.